Ház Katalin versenyzőként és edzőként is járt olimpián, tanítványai között két Európa-bajnoki bronzérmes is van. A rugóláb lendületese műugró edzőjeként egyaránt foglalkozik verseny- és hobbi sportolókkal, sőt, több mint 10 éve szenior csapatnak is tart edzéseket. Nem csak a magával a sporttal foglalkozik, hanem a sportolóval is. Tehát, hogyha látja rajtunk, hogy mondjuk nem olyan állapotban vagyunk adott esetben, akkor úgy módosítja az edzést. A versenyen látja, hogy fel kell minket pörgetni, le kell nyugtatni. Tehát abszolút már egy ilyen baráti kapcsolat is kialakult köztünk, nem csak edző-tanítvány. Hetedikes korom óta tudtam, hogy én műugróedző akarok lenni, és megfogalmazódott bennem, hogy ez lehet a legjobb szakma és a legélvezetesebb tevékenység, és azóta erre készültem. Azt gondolom, hogy a műugrás mindenkinek nagyon sokat adhat. Egyensúlyérzéke, térérzékelés, testérzékelés. Az ember, amikor fönt van a levegőben, bármilyen mozdulatot csinál, tudja, hogy mit csinál. Maga a verseny nagyon izgalmas, az a feszült pillanat, amikor a sípszó elhangzik, és az ugrás előtt mindenki síri csendben van, és várja, hogy az ugró leugorjon. Tehát csak attól, hogy valakiből nem lesz olimpiai bajnok, de jól motivált, attól szerintem nem szabad elküldeni a sportágból. Mindegyik gyerek más, mindenki más személyiség. Van, akivel évek óta tartom a kapcsolatot, és rendszeresen megkeresnek, vagy beszélünk legalább telefonon. Sokszor van, hogy egy-egy karácsony vagy alkalom alkalmával írnak vagy fölhívnak. Óriási élmény volt, hogy a gyerekek 4 olimpiára kijutottak, Villő 3-szor, Gondos Flóra pedig egyszer ott tudott lenni Londonban az olimpián. Minden évben történt valami olyan, ami aztán tovább lendíti az embert és a lelkesedését.